Zsiráf bébi született a debreceni állatkertben. A kis zsiráfbika november 22-én látta meg a napvilágot, születésével 165-re nőtt az európai recés zsiráf állomány száma. A Magyarországon csak Debrecenben láthatóak recés zsiráfok. Csehi András ma reggel zsiráfbaba látogatóba ment Debrecenbe. Jó reggelt kívánunk! Na, túl vagytok már a reggelin? Szia, Andris! Jó reggelt kívánok! Reggel 6 órakor cuclizott utoljára, és 4 óránként eszik a kis zsiráf, akinek egyelőre még nincs neve, azt nyit tudunk, hogy fiú. Viszont itt van veletem a Debreceni Állatpark állatkertnek az igazgatója. Jó reggelt kívánok! Mit tudunk még erről azon túl, hogy 3 hetes lesz? November 22-én született egész pontosan kisbika. Ő a második kicsinye az Emmának, viszont azoknál a fajoknál, amelyeknél nem úgy nőnek fel a tehenek, hogy egy mintaanyai minta lenne előttük, a saját nevelésük nehézségekbe ütközhet. Hál' Istennek egy szerencsés ellésen vagyunk túl komplikációktól mentesen, viszont már akkor látszódott, hogy azt a fajta érdeklődést, kulcsingert, ami mondjuk a tejjel való tápláláshoz szükséges lenne, nem tudta kiváltani a kisbikából, hiszen azért próbálkozott az elme mutatni magát. Tehát, ha egy kicsit rámenősebb lett volna a kisbika, akkor nagyobb esélyeink vannak. Ezért a kézből való táplálás mellett döntöttünk, és azt lehet elmondani, hogy egy jó genetikájú állatról van szó, hiszen szépen növekszik, és már maga a születési súlya és mérete is impozánsak voltak. És még ez a kritikus időszak, amikor tejjel tápláljuk, ugyan zsiráftejet nehéz szerezni, és csak a kolosztrumot is úgy tudtuk elindítani, hogy máshoz kellett fordulni. Tehát amíg a szilárd táplálkozásra nem áll rá, addig még azért izgulhatunk érte, de hál' Istennek jó étvágya van. Hát én próbálkoztam egyébként vele, és akkor van ez a headbengelése még. Azt mondták a gondozók, hogy érdemes ilyenkor egy fejjel magasabbnak lenni, mint ő. Az én fejemre is ránőtt már a kis zsiráf, egyébként, aki tényleg remek kondícióban van, egy kicsit talán X a lába, de hát ez nyilván ez a zsiráfoknál ebben a korban jellemző. Azt meséltem a hallgatóknak, vagy a nézőknek, bocsánat, hogy reggel 6-kor eszik, és akkor csak és kizárólag tejet, hogy ez meddig fog tartani ez a folyamat, hogy 4 óránként etetni, és akkor gondolom így a gondozónak az ujját cuclizza csak egyelőre. Ez nő attól is, hogy milyen a növekedési eréje. A természetes élőhelyükön Afrika szarvába, Kenya és Namíbia határában, amíg el nem érik azt a fajta legelési magasságot, amivel egyáltalán szálas takarmányt tudnak enni. Ez 4-6 hónapos korig tart, tehát egy fél éves koráig mi is úgy készülünk, hogy itt a cumisztatás fog zajlani napi 4 alkalommal. Azt látjuk, hogy külön van apától és anyától. Ők egyáltalán nem is foglalkoznak a kicsivel most? A fokozatos összeszoktatás elvét gyakoroljuk, és egy szép család lesz belőlük. Már maga az a folyamat, amikor megszületett, utána a látogatótérbe helyeztük el, hogy egy üvegfalon keresztül láthassák egymást, és úgymond a kicsi egyre inkább megtanuljon zsiráful, és 2 hét után jutottunk el oda, hogy egy légtérbe helyeztük el őket itt a nagy belső zsiráfházba, és körülbelül egy hónap, de meglátjuk majd a viselkedési mintákat, hogy mikor lehet ténylegesen őket összereszteni. Ilyenkor télen azért kint viszonylag kevesebb időt tartózkodhatnak, és a kicsit is majd inkább a tavasszal tervezzük a nagy külső kifutóba kiengedni. Arról beszéltünk, hogy különlegessége neki még, egyelőre nincs neve, de hogy abból a kevésből, ami létezik, recés zsiráf, csak egy van, és ez itt Magyarországon található. Igen, maga ez az alfaj, a 9 alfaj közül a ritkábbak közé tartozik. Eredeti élőhelyen is sajnos nagyfokú veszélyeztetettségnek van kitéve emberi és egyéb okok miatt, és hát amikor 2006-ban csatlakoztunk az Európai Fajmegmentő Programhoz, akkor nem véletlen esett erre az alfajra a választás, hogy ezt az európai állományt, aki örvendetesen most már 156. tagjaként üdvözölhetünk Debrecenbe, próbáljuk valamilyen szinten megmenteni. Szerinted most fél tőlünk, vagy lehet egy kicsit közelebb hozni őt? Van ebben a bátorság? Tudunk menni. Míg közelebb menjünk, akkor próbáljunk, mert itt van ez a cukorfalat zsiráf, akinek, vagy én ma hadd mondjam már akinek, az biztos, hogy fiú, még nincs neve. És akkor ezzel zárnám ezt a kis mai látogatásunkat, hogy milyen nevek közül lehet választani, vagy abszolút a látogatók engedjék szabadjára a fantáziájukat.
meddig tart a névadás? Bízom a magyar kreatív alkotó elmékbe. Igazából nem korlátoztuk le 4-5 névre a neveket. Szeretnénk egy olyan nevet találni neki, ami jól tükrözi ezt az alfajt, illetve ennek a fajnak a sajátosságait, és valamilyen szinten kapcsolódik itt az állatkertünkhöz. Jó, még végezetül, csak én mondtam, hogy ő nagyon jól van, tehát hogy a gondozók is látják, hogy jól van, mit vizsgáltuk már mindenét, tehát a fejét nagyon cuki volt, aranyosan szopkodja az ember ujját, lehet látni, hogy várhatóan a látogatók, mert mondjuk üvegfalon keresztül láthatják, de hogy márciusban akkor őt már a kifutón nyugodtan lehet látni majd. Igen, tavasszal megismerkedik a nagy erdői klímával, flórával és faunával, addig itt az állatházban már láthatják a látogatóink. Na, és akkor a végére megjött a bátorság, itt van a név nélkül egyelőre, hogy várjuk a neveket, elnevezéseket, és mondom, itt a bátorság megérkezett a végén. Köszönjük szépen, stúdió!